áldás békességet kívánok kedves testvéreimnek. Advent 4. vasárnapján itt a templomban gyűltünk össze azért, hogy Isten nevét magasztaljuk, igényében áldást kérjük mindjárt életében. Kedves testvéreim, 119. Zsoltárunknak énekeljük első verszakát. Zsoltárunk így kezdődik: az oly emberek nyilván boldogok, igazsággal járnak életükben. 119. Zsoltár első versét énekeljük el, ezt a Zsoltár verset a gyülekezet tudnában énekeljük. Thank you.
Kedves testvéreim, a mi Isten tiszteletünk megáldása és megszentelése jöjjön Istentől, a mi atyánktól, aki Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egy igaz és örök Isten. Az apostol köszöntésével köszöntöm a gyülekezetnek minden tagját, ki így szólt, kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól és az ő egyszülött fiától, a mi Urunktól, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Kedves testvéreim, hallgassátok meg Istennek szavát, igéjét, amelyet Biblia olvasó kalauzunk-e mai napra rendelt Péter leveléből, Péter második levelének első részéből, a 12. verstől a 21. versig terjedő ige szakaszból. Míg Istennek igéjét olvasom, a gyülekezet foglalja el helyét. Így olvassuk az apostol levelét, második levelének első részében, a 12. verstől a 21. versig terjedő ige szakaszban eképpen ír az apostol. Ezért ezekre mindig emlékeztetni foglak titeket, bár ismeritek mindezt, és a közöttünk jelenlévő igazságban szilárdak vagytok. De helyesnek tartom, hogy míg ebben a földi porsátorban vagytok, emlékeztetéssel ébrezgesselek titeket. Mert tudom, hogy hamar leteszem porsátoromat, amint a mi Urunk Jézus Krisztus is kijelentette nekem. Igyekszem azonban, hogy elköltözésem után is mindig megemlékezhessek ezekről. Mert nem kitalált meséket követve ismertettük meg veletek a mi Urunk Jézus Krisztus hatalmát és megjelenését, hanem úgy, hogy szemtanúi voltunk isteni fenségének. Mert amikor az Atya Istentől tisztességet és dicsőséget nyert, és ilyen szózatot intézett hozzá a felséges dicsőség, ez az én szeretett fiam, akiben gyönyörködöm, ezt a mennyből jött szózatot mi hallottuk, mert együtt voltunk vele a Szent Hegyen. Ezért egészen bizonyosnak tartjuk a prófétai beszédet, amelyre jól teszitek, ha mint sötét helyen világító fényforrásra figyeltek, míg felragyog a nap és felkel a hajnalcsillag szívetekben, mikor mindenről tudnotok kell, hogy az írás egyetlen proféciája sem fejthető meg önkényes magyarázattal. Mert sosem ember akaratából származott a profécia, hanem a Szent Lélektől indítatva szóltak az Istentől küldött emberek. Mert mindig a Szent Lélektől indítatva szóltak az Istentől küldött emberek. A kegyelem Istenet tegye áldottá az ő igéjét, hogy Krisztus beszéde lakozzék a mi szívünkben gazdagon és sok gyümölcsöt teremjen az ő dicsőségére. Gyertek, hajtsuk meg fejünket, imádkozzunk! Mindenható mennyei atyánk, köszönjük, hogy szól a te igéd templomunkban, és hallhattuk a szemtanúnak, Péternek tanúságtételét, hogy ő hallotta, hogy te miképpen szólsz fiadról, Krisztussal, és miképpen érkezik meg a hajnal csillag ebbe a világba, világosságot hozva, vezérelve a téged kereső emberek közösségét. Köszönjük, hogy így keresel ma is bennünket, összegyűlhetünk a csillag alatt, a világosságodban, és köszönjük, hogy bízhatunk abban, hogy megnyitod a mi elménket, hogy értsük szavadat. Bízunk abban, és tudjuk, hogy megnyitod szívünket, hogy igéd által te magad ott végy lakozást, és hívunk Szent Lélek Isten, mert bízunk a te szavadban, ígéretedben, hogy valósággá válik, hogy ahol összegyűlnek a te nevedben, ott te jelen vagy. Add, Urunk, hogy érezzük jelenlétedet, megáldó, megszentelő, megújító jelenlétedet. Áld meg Isten tiszteletünket, Urunk, légy közöttünk most, és mind örökkön örökké. Amen. Kedves testvéreim, helyünket elfoglalva hallgassuk meg a közének helyén és helyet gyermekeink ünnepi műsorát.
Angyalének hangja hallik fent a szemes égen. A boldogság tüze ragyog sok gyermek szemébe. Csillagszóró tüzeizik, gyertya ég a fákon. Én is olyan boldog vagyok, hogy itt a karácsony. Azt kívánom Isten nagyon örömöt és békességet. Karácsony szent ünnepén sok szerető szív között. Legyen telen minden lélek örömmel és békével. Égő gyertyák, csillagszórók, el nem múló szeretet, mennyei szép fényével. A szeretet ünnepe, szent karácsony este, azért jött el Jézusunk, hogy szívünk megkeresse. Töltsön bele boldogságot, hitet, szeretetet, és úgy adjon őt mi nekünk, el nem múló, mindig tartó, örök szép ünnepet. Megszólal sok apró csengő, érces hangjuk, lágyan zengő. Hozzánélik minden ágon, karácsony van a világ. Szent karácsony éjjelén táncot jár a gyertyafény, meghímség és szeretet melengeti szívedet. Köszönöm Jézusom, hogy van szép karácsony, köszönöm a gyertyát, ami ég a fákon, köszönöm a békét, ami ég a szívben, köszönöm, hogy szeret minket a jó Isten. Yeah.
Áldott karácsonyi ünnepet kívánunk minden kedves jelenlévőnek és családjuknak. A napfényóvodások és a nyitnyikék óvodások műsorát láthatták, és a részek óvodából is itt van egy szent fiatalember, akik még bírták és el tudtak jönni. És a kávétéri iskolások pedig a zenei műsort adták. Köszönjük szépen két tanárnőnek a kíséretet. Hálásan köszönjük mi is a gyermekek szolgálatát, Rábai név ura Ilona hittanoktató felkészítő munkáját és a tanárnők szolgálatát. Az istentisztelet ideje alatt a gyermekek gyermekistentiszteleten vesznek részt a gyülekezeti teremben. Kedves testvéreim, hallgassuk meg Istennek hozzánk szóló szent igéjét, úgy, amint az írva megtalálható a Jelenések könyvében, a Jelenések könyve 3. részének a 20. versében. Advent 4. vasárnapján Istenünk szent igéje így szólít meg bennünket a Jelenések könyve 3. részéből, a 20. versből. Íme az ajtó előtt állok és zörgetek. Ha valaki meghallja a hangomat és kinyitja az ajtót, bemegyek ahhoz, és vele vacsorálok, ő pedig én velem. Kedves testvéreim, küszöbön a karácsony. Akkor szoktuk mondani, hogy küszöbön van egy esemény, amikor már nagyon kicsi választ el attól az alkalomtól, amikor már majdnem megérkezünk valahova, de még egy kicsi hiányzik, még valami kell ahhoz, hogy azt az eseményt átéljük, arra a helyre megérkezzünk. Küszöbön van egy esemény, küszöb, azt is mondhatnánk, ahol küszöb van, ott ajtónak is lenni kell. És hogyha halljuk ezt a kifejezést, hogy ajtó, hát akkor mindannyian megállapíthatjuk, hogy ez egy nagyon közönséges szó. Egy olyan általános hétköznapi kifejezés, amivel igazán nem is szoktunk foglalkozni, hiszen ki az, aki megszámolná egy napja során, hogy hányszor lép be egy ajtón? Nem szoktunk foglalkozni vele. Ha csak valakinek nincsenek esetleg kényszeres cselekményei, indítatása, általában csak megyünk, nyitjuk, belépünk, kijövünk, haladunk tovább. Sokféle érzés kötődhet azonban ahhoz, hogy hogyan várakozunk egy ajtó előtt, vagy esetleg éppen ahhoz, hogyan lépünk be azon az ajtón. Ha egy picit a saját gondolatainkba most oda befele gondolunk, akkor biztos vagyok abban, mindannyian fel tudunk idézni olyan alkalmakat, amelyek mély nyomot hagytak bennünk, amikor ajtó előtt kellett várakozni. Talán éppen egy műtőajtaja előtt. Talán éppen összeszorult szívvel, biztos sok embernek van olyan élménye, amikor már feküdt a kórházi ágyon, és őt arra várt, hogy őt tolják be a műtőbe, vagy olyat, hogy ott tipródott egy műtőajtó előtt, egy zárt ajtó előtt, sokféle érzésekkel a szívében. Sok ember, a fiataloknak frissebb az élménye talán, az idősebbeknek megkopott, de sokan vannak, akik átélték azt is, hogy milyen akár egy vizsga előtt várakozni, állni az ajtó előtt, szintén összeszorult gyomorral, hogy fog sikerülni az a vizsga. Nagyon meglepődök azon, amikor felnőtt emberek elmesélik, hogy ők emlékeznek arra az érzésre, amikor először léptek be az iskola ajtajába. Pedig úgy gondolná az ember, hogy minél több idő telik el, ezek az érzések annál jobban, ezek az emlékek annál inkább megkopnak az emberben. Milyen
érzések kötődnek vajon a templom ajtóhoz? Fel tudja-e az ember idézni magában, hogy hogyan indul el templomba, és amikor megáll a templom ajtó előtt, milyen gondolatai és milyen érzései vannak? Milyen indítatásból jön? Mit hoz magával? Milyen érzéseket? Milyen kérdéseket? Milyen gondolatokat hoz az ember magával akkor, amikor belép a templom ajtón? Vagy csak megszokásból, vagy csak néha kényszerből? Templom ajtó, amikor azt mondjuk, hogy valahova nyitott szívvel lépünk be, nyitott ajtó. Az ajtó az az ember szívének a jelképe. De amikor visszagondolunk az ajtóra, az elmúlt időszakban lassan-lassan közeledünk már ahhoz, hogy 2 éve kezdődött, hogy záródtak az ajtók. A vírus helyzet miatt nagyon sok ajtó maradt zárva. Iskolában is iskola ajtók volt úgy, hogy hetekre bezáródtak a digitális oktatás ideje alatt. Most is mondjuk azt, hogy zárva vannak jóformán a szülők előtt, hiszen csak engedéllyel jöhetnek be, nem akkor, amikor szeretnének, vagy éppen szét akarnak nézni. És hogyha a templom ajtónál maradunk, akkor nagyon fájdalmas emlék sok ember számára, akit megviselt az, amikor a templom ajtókat is bezárták. Minket, lelkészeket, és azokat a drága gyülekezeti tagokat, akik elmesélték, hogy tavaly húsvétkor, amikor szólt a harang, kiálltak a saját lakásuk udvarára, felöltözve, ünneplő ruhában, és sírtak. Azért, mert zárva volt az ajtó. Az legelső ajtó, ami bezáródott, ha egy kicsit próbálunk végig gondolni, most nem a templomajtókra gondolok, hogy melyik templomajtó záródott be először, hanem úgy a világ fennállása óta a legelső ajtó, ami bezáródott, amiről a Biblia számot ad nekünk, az az Édenkertnek az ajtaja. A bűneset után. Akkor, amikor Ádám és Éva engedetlen volt Istennel szembe, és a legnagyobb bűn talán nem is az volt, hogy engedetlenek voltak, hanem az, hogy nem vállalták fel a tettüket. Hiszen azért nem tudott Isten megbocsátani nekik, mert nem kértek bocsánatot. A következmény lett az, hogy bezáródott az ajtó. Isten azt mondta, hogy nem maradhatnak többet ott az Édenkertben. Elveszítettek ezáltal nagyon sok lehetőséget, amikor onnan ki kellett költözniük. Elvesztették a biztonságot, elvesztették azt a közösséget Istennel, hogy szemtől szembe láthassák, hogy együtt legyenek életük minden percében vele, hogy életük része legyen Isten. Bezáródott az ajtó, így írja le a Biblia, hogy Isten bezárta az Édenkert kapuját, és odaállította a lángoló lángoló pallossal az angyalokat, a kerubokat, hogy vigyázzanak arra, hogy ne térhessenek vissza Ádámék. Ha folytatjuk az ószövetségi történetek olvasását, akkor bizony sok-sok történet elmondja azt, hogy hogy került egyre távolabb Isten az embertől? Hogy nőtt a távolság a bezáródott ajtó után? És ezzel együtt, ahogy a távolság nőtt, biztos vagyok abban, nem csak azért, mert sok helyen olvasható a Bibliában, hanem azért, mert ez egy igazi emberi érzés, tapasztalat, hogy a bezáródott ajtóknál az ember szívében a sóvárgás is nő.
Talán ahogy az emberek távolodtak Istentől, a szívükben úgy nőtt az Isten iránti sóvárgás. Pintér Bélának, aki egy keresztény dalszerző és énekes, sokan ismerik talán a dalait, Pintér Bélának van egy ilyen száma, az a címe, hogy Ki vagyok. És az egyik verszaka így szól, ki vagyok én igazán? Hol az igazi hazám? Szimplán, pőrén, mesztelen, mennyit ér az életem? Cipelem a sorsomat, teszem csak a dolgomat, a lelkem mélyén legbelül Isten alakú az űr. Tesszük a dolgunkat, cipeljük a sorsunkat mindannyian, de a lelkünk mélyén legbelül Isten alakú az űr. És hiába gyömöszölünk oda be bármi pótlékot, hiába teszünk oda olyan dolgokat, amiket mi emberi gondolatainkkal értékesnek vélünk, hiába törekszünk a saját álmainkat megvalósítani, lelkünk mélyén legbelül Isten alakú az űr, amit csak Isten tud igazán kitölteni. Csak Isten tudja azt nem csak kitölteni, hanem megtölteni is. A hiány, a sóvárgás ott van. De az embertől az Istenig eljutni, az szinte lehetetlen. Olyan nagy távolság lett az embertől az Istenhez vezető útig, hogy képtelenség ezt emberi erővel legyőzni. Mert ott van a bezárt ajtó, és az ajtó elválaszt. A zárt ajtó pedig teljesen elválaszt. Az ajtó zárva van, és annyi minden zárva is tartja a kifogásoknak a sora. A csalódás, a reményvesztettség, az időhiány, úgy gondolom, hogy minden embernek megvannak a kedvenc kifogásai. A listája, amiből tud válogatni, hogy most éppen időhiánya van, most éppen sok a tennivalója, most éppen egészséges, vagy most éppen beteg, vagy lehet ezt éppen sorolni. Isten legyőzte azonban azt a távolságot, amit az ember nem tudott. Mert az ember a kifogásaival csak zárva tartja az ajtót. Isten azonban nem várta meg azt, hogy az ember elinduljon felé, vagy oda botladozzon hozzá az engedetlenség után, akkor, amikor nem kért bocsánatot, akkor van egy gyönyörű jelenet, ami igazság szerint, szó szerint nem szerepel a Bibliában. Annak idején a teológián egy nagyon kedves professzorunk, a mostani tiszántúli egyházkerület püspökének az édesapja, Fekete Károly professzor úr mondta azt el egy gyakorlati teológiai órán, hogy igen, az ember megérdemelte a büntetését, mert nem kért bocsánatot. Megkapta a büntetést. Azt mondta Isten, nem élhetnek tovább ott az Édenkertben, elveszítik az örök életet, az örök boldogságot, betegek lesznek, átélik a fájdalmat, ki kell onnan menni. És bezárta Isten az ajtót. De Isten nem maradt ott, hanem elindult az emberrel. És kísérte. És kíséri azóta is az embert, és ott van minden ember életében, megy vele, hogy segítsen. Annak az embernek, aki a szívébe fogadja Istent, annak békességet ad, annak örömöt, reménységet tud adni. Aki zárva tartotta az életét, aki elfordult Istentől, az az Isten áldásai nélkül maradt. És áldatlanná válik annak az élete, és
áldatlanná válnak, még akkor is, ha kívülről nagyon, nagyon jónak tűnnek a körülményei, mégis áldatlanná válik az élete. Az öröm üzenet, ami ma is megszólal, az az, hogy minden nap keres bennünket Isten. Ott van az életünknél. Ott áll mellettünk. Most is. Itt van a szívünk ajtaja előtt. Azt mondja Isten igéje, íme az ajtó előtt állok, és zörgetek. Ha valaki meghallja az én hangomat, bemegyek ahhoz. Szelíden zörget. Lehet, hogy éppen az ének egyik sorában, lehet, hogy az imádság egy-egy sóhajtásában, lehet, hogy az ige hirdetésben zörget, egy felismerésben, egy megbánásban, de az biztos, hogy kitartóan, türelemmel szólongat. Nem hagyja ott a küszöbön az ő ajándékait. Nem teszi le, nem egy futárszolgálat, akinek csak annyi a feladata, hogy elhozza, amit Isten elkészített, átadja aztán, vagy tetszik nekünk, vagy nem. Ahhoz, hogy megkapjuk az ő ajándékait, ahhoz valóban annyit kell tegyünk, hogy megnyitjuk a szívünk ajtaját. És mi az ajándéka? Az a közösség, amit ígér, bemegyek ahhoz, és vele leszek. Közösségben leszek vele. Mindegy, hogy utána az embernek az útja hova vezeti. Kerülhet műtőasztalra, vagy műtő ajtó elé kórházban, kerülhet vizsga előtti helyzetekben, kerülhet fáradt, megfáradt, akár kiégett állapotba is. Ha Isten ott van vele, közösségben van vele, akkor Isten át tudja adni az ajándékait. Olyan gyönyörűen énekelték itt a gyermekek, és mondták a versekben a kis bizonyságtételeket. Az egyik énekük így szól, szívem megnyitom, térd be Jézusom, mert ott bent kell világítson Isten szeretete, melegítsen, szeretetével körülvegyen bennünket. Az egyik kis versben így volt a kis gondolat, hogy szívünket megkeresse, és töltsön bele sok örömöt, hitet, szeretetet, mert így lesz majd el nem múló karácsony. Kedves testvéreim, a sóvárgásunknak, ami ott van minden emberben, talán kétféle módja lehet. Van, aki azután sóvárok, hogy minél pompázatosabb, minél díszesebb, mindennél ragyogóbb karácsony tudjon ünnepet a lakásba, a körülményei közé oda varázsolni. És valaki, vannak, akik azután sóvárognak, hogy el nem múló karácsonyuk legyen. Hogy megtapasztalhassák, megérezhessék minden nap a karácsonyi örömöt. Immánuel, velünk az Isten. Aki 2000 évvel ezelőtt este töltött, hogy hozzánk emberekhez lépjen, aki a Biblia szavain, sorain keresztül újra és újra már évszázadok óta szólongat bennünket, zörget, Isten tiszteletek alkalmával, beszélgetések alkalmával, ige hirdetésekben jön és keres. És a Szentlélek ajándéka az, hogyha meg tudjuk nyitni a szívünket, és be tudjuk fogadni, hogy el nem múló örök karácsonyunk legyen, hogy valóban megkaphassuk Isten ajándékait. Amen. Imádkozzunk. Szerető mennyei édesatyánk, sokszor fel se tudjuk fogni, hogy milyen nagy a te szereteted, hogy mennyire nem feltételekhez kötött, hogy nem a körülményeink miatt szeretsz bennünket, nem a teljesítményünk miatt, nem a sikereink miatt,
hanem azért szeretsz bennünket, mert mi a te gyermekeid vagyunk. És akkor fog sok minden a helyére kerülni az életünkben, hogyha te betöltöd azt a helyet, amiről az énekes azt mondja, hogy Isten alakú az űr. Hogyha te oda kerülsz életünk közepébe, a téged megillető helyre, általad és veled minden a helyére kerül az életünkben. Mert megérezzük azt, hogy mik az el nem múló ajándékok, mik az igazi értékek, és megérezzük azt, hogy mit jelent a te jelenlétedben élni. Mennyei édesatyán, köszönjük ezt a feltétel nélküli szeretetet, hogy újból és újból keresel bennünket, hogy akkor, amikor a kifogásaink, a saját gondolataink sokszor bezárják a szívünk ajtaját is, akkor, amikor a külső helyzetek miatt zárva vannak az ajtók, de akkor is kitartóan ott vagy az életünknél, ott vagy a szívünk előtt, szeretettel és türelemmel zörgetsz. Ad nekünk meg azt a kegyelmet, hogy meg tudjuk nyitni a szívünket, hogy be tudj térni oda, hogy hely legyen az életünkben a te számodra is. Add meg nekünk azt a kegyelmet, hogy megtapasztalhassuk a tőled kapott ajándékokat, mert akkor már nem fogunk egyébre vágyakozni. Áld meg mindannyiunknak az életét a te jelenléteddel, és nem csak magunkért könyörgünk, mennyei atyánk, hanem a te gondviselő, megtartó kegyelmedre bízzuk családtagjainkat, akik most nincsenek itt mellettünk. A te megtartó és őriző kegyelmedre bízzuk a betegeket, akár kórházban, éppen műtőben, vagy kórházi ágyon, vagy akár otthon szenvednek a betegség fájdalmai alatt, te gyógyítsd őket. A te gondviselő kegyelmed erősítse mindazokat, akik betegek mellett vannak, akiknek a szívét a csalódás, a reményvesztettség, a szomorúság szorítja össze, akik a gyásznak a terhét, a fájdalmát kell hordozzák a szívükben. A te gondviselő kegyelmedbe ajánljuk gyülekezetünknek minden tagját, intézményeinket, városunk lakóit és egész népünket, hogy hadd érezhessük meg a szeretetednek a jelét, hogy odalépsz hozzánk, nem akarod, hogy tőled távolságban bolyongjunk ebben a földi világban, hanem azt akarod, hogy megtalálva a fényt, erős hittel, reménységgel a szívünkben tudjunk hazafelé haladni. Mennyei édesatyán, köszönjük, hogy meghallgatod imádságainkat, a hangosan kimondott szavakat és a szívek mélyéből hozzád felszálló imádságokat, háladásokat, fohászkodásokat, könyörgéseket is. Meghallgatod Jézus Krisztus érdeméért, aki így tanított minket imádkozni. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Az adakozásról és az egymással való közösségvállalásról ne feledkezzünk el, mert az ilyen áldozatokban gyönyörködik az Úr. Mindezek után Isten békessége, mely minden emberi értelmet felülhalad, őrizze meg a mi szívünket és gondolatainkat a Krisztus Jézusban. Amen. A gyülekezet foglalja el a helyét, és így hallgassák meg gyülekezeti életünk eseményeit. A gyászoló család iránti részvittel hirdetem, hogy az elmúlt héten, december 15-én, szerda délelőtt 11 órakor kísértük utolsó útjára Kocor Gyuláné született Györkei Margit 83 éves testvérünket, aki Erdő utca 2 szám alatt lakott. Hazatért testvérünknek az Úr adjon csöndes pihenést, a gyászoló családtagoknak Isten adjon vigasztalást a feltámadás és az örök élet reménységében. A gyászoló családot szeretettel kérem, hogy Isten tisztelet után az emléklapért jöjjenek be a lelkészi hivatalba. Az elmúlt héten emlékharangunk december 18-án, szombat délután 3 órakor Egri Balázsné született Csáti Ilona emlékére
halála első évfordulója alkalmából szólt. Emlékét az Úr tegye áldottá a ráemlékező, szerető szívekben. Szeretettel hirdetem kedves testvéreimnek, hogy már több körben is rendeltünk új énekeskönyvet a Calvin kiadótól. November során azt írták, hogy december közepétől lesz elérhető, sajnos a héten két e-mailben is arról tájékoztattak, hogy majd csak februárban lesz. A rendelésünket felvették, mi pedig majd tájékoztatni fogjuk kedves testvéreinket arról, hogy mikor érkeztek meg. Bibliaolvasó kalauz és képes Calvin kalendárium azonban továbbra is megvásárolható a lelkészi hivatalba. Szeretettel hirdetem, hogy karácsony szent ünnepe alkalmával ünnepi küldött legátus érkezik hozzánk debreceni Ákos József, 5. éves teológus hallgató személyében. Fogadjuk őt és szolgálatait szeretettel. Aki a legátus tanulmányait anyagilag támogatni tudja, kérjük, hogy adományát juttassa el a lelkészi hivatalba. A ránk következő héten, csütörtökön, december 23-án, délután 5 órától bűnbánati istentiszteletet tartunk. Pénteken 24-én szenteste délután 3 órától tartjuk ünnepi istentiszteletünket. December 25-én és 26-án karácsony első és másodnapján ünnepi istentiszteletet tartunk, amikor megterítjük a hívek számára az Úrnak szent asztalát. Hívjuk és várjuk kedves testvéreinket, hogy ezeken az alkalmakon is együtt tudjunk ünnepelni. Isten tiszteletünk végén pedig fogadjuk szeretettel az Áfész Énekkari Egyesület ünnepi szolgálatát, és itt szeretném jelezni, hogy az Isten tisztelet végén itt a főbejáratunknál egy kis meleg teával szeretnénk megkínálni kedves testvéreinket. Várjuk, hogy amellett is tudjunk beszélgetni, pár szót váltani. Isten legyen gyülekezetünknek őriző, megtartó pásztora.
Nagyon sok szeretettel köszöntök mindenkit a énekkar és a magam nevében, és egy néhány karácsony kórusművet szeretném önöknek ajándékba adni, és kívánok mindenkinek boldog áldozat és karácsony ünnepeket. Az első Rádonyi Zoltán Óte Üdvadó című kórusműve volt, most következni fog Draskóczi László Jöjjetek Krisztus dicsérni, majd egy másik kórusműve, az Ég és a Föld. Utána egy papmű következik, itt áldott Jászoros felett, majd végül Daróczi Bárgyos Tamás kórusműve, Ringató és Alleluja. Szólót énekel Szilágyi Kondor Zsuzsa, zongorán, illetve orgonán közreműködik Barát László Bernadett. Thank you.
mert azt éreztünk, hogy még egy kicsit még örökben hallgatnánk. Hálás szívvel köszönjük szépen a zénekarnak a szolgálatát. És az a gondolat, hogy a teszembe közben, hogy a templom ajtó mindig nyitva van az énekar előtt. Pár szeretettel fárjuk és fogadjuk. Ünnepi Isten tiszteletünk végén a 457. dicséretünknek első és harmadik versét énekeljük el. 457. dicséretünk első és harmadik versét énekeljük. Első verse így kezdődik: Ó Jézus, áldj!